Hanuk. Csak egy éjszakára. Küldjétek el őket. Morpheus a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára. Akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk. Mikor a halálgép muzsikál felettünk. A másnak az erkölcs csak puszta fényűzés, lerombolva építés. Miért, hogy hisszük még tételes igazunkat? És ha már az igazság semmit nem mond a mának, miért, hogy csillapítja dühünket a bánat? Vészjeleket küldözget a feleségem. Korábban leveleket írt. Ma már egyszerűen az arcomba vágja, ha rohadtul mélyre kerültünk. Az évtizedesen hosszú kapcsolatokban végletesen tűnnek át az eróziós folyamatok. Megkerülhetetlen eloldódás. Anyagveszteségekről, minőségi romlásról szólhatnak csak az elmálló kötődések. Még nem árulom el neki, hogy magamért már nagyon régen nem. Azt képzeltem egyik pillanatban, veszünk Temerinben telket, te is helyeselted. És lesz majd macskánk és kutyánk, de nem csak az. Sebeimre raktapasz. Vagyis valamiféle megélhetést reméltem. És amit kaptam, csak annyi. Fél nap alatt feléltem. Én úgy tudnám ezt értelmezni, kezdjünk egy másik játékba. Adi Endre, adja az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap helyett, sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végig. Lelkünknek teljességes s vágyott békességét. Adja meg az Isten.